Dudálva gördült be a 100 éves nosztalgia vonat a Dombóvári állomásra, a vasútvonal 150. évfordulójára megrendezett ünnepségem. Az emléktábla avatás mellett koszorúzással és fúvózenekarral ünnepelték a dombóváriak ezt az emlékezetes pillanatot. 150 éve ez a simpár Dombóvárt zákánnyal kötötte össze. Jankó Szabolcs, a település polgármestere szerint nagy öröm mindenki számára, hogy ennek a történelmi pillanatnak a tanúi lehettek. A jubileumi ünnepség alkalmából pedig egy próbaútra is el lehetett menni a nosztalgia gőzössel. Ez egy kiváló túra volt, néhány megállóval, természetesen minden egyes megállónál, ugye Csurgón, Somogyszobon, Kaposváron állt meg ez az emlékvonat, és minden egyes megállóban emléktáblavatás volt ugyanúgy, ahogy Zákányban is, illetve Dombóváron is, és mindenhol megemlékeztek erről a 150 évvel ezelőtti eseményről. Azt gondolom, hogy mindenki gazdagodott egy élménnyel, és azt gondolom, hogy sokat tudtunk meg egymásról is, és egy kicsit közelebb került ez a térség, ez a több mint 100 kilométer. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere elmondta, az 1872-ben elindult vasúti fejlesztéseknek köszönhetően robbanásszerű fejlődésnek indult a település, hiszen a kiszolgáló és építő személyzet számára minden fontos infrastruktúrát meg kellett teremteni. Ez pedig kihatással volt a kultúrára és a gasztronómiára is. A vasútnak köszönhetjük azt, hogy 1970-ben Dombóvár város lett, vasutas város. Az országban nagyon kevesen bírnak ezzel a címmel, csak itt elhangzott itt a professzor előadásában volt olyan időszak, amikor a Dombóvár lakosság 45%-ának a vasút volt a munkáltatója. Sajnos ez már nem így van, és nyilvánvaló soha nem is fog már így lenni, de azt gondolom, hogy Isten éltesse a 150 éves Dombóvár-Zákány vasútvonalat. Szabó Csaba, a Pécsi Pálya Vasúti Területi Igazgatóság vezetője úgy nyilatkozott. A Magyarországon megjelent klímarendelet szerint 2030-ig a jelenlegi közúti közlekedés 30%-át fogják a vasútra terelni, 2050-re pedig a személy- és áruszállítás 50%-át kell a simpárokon végezni. Egyre inkább minden a vasút irányába fogja visszaterelni a forgalmat, nem csak azért, mert a vasút a legbiztonságosabb közlekedési mód, hanem a globális felmelegedés kapcsán a környezetvédelem is egyre nagyobb szerepet játszik a jelenlegi életünkbe, és ennek kapcsán a vasútra is elmondható, mint közlekedési ágazatról, hogy a legzöldebb, a legenergiahatékonyabb, a legkevésbé szennyezi a környezetet, ami a föld megmentése szempontjából elkerülhetetlen. A környezeti előírások teljesítése a vasút megkerülésével lehetetlennek tűnik. Így a vonatközlekedés a reneszánszát élheti a jövőben.